Tájékoztató kis filmet néznek a diákok a Bonyhádi Művelődési Házból, melyben megtudhatják, milyen továbbtanulási lehetőségek várják őket a következő tanévben. A pályaorientációs fórumon arról is hallgathatnak előadást, hogy a mai munkaerőpiac mekkora lehetőséget biztosít a megfelelő szakmák elvégzése után egy sikeres életpálya megvalósításához, a kitűzött célok eléréséhez. Ez az utánpótlás a jövőről szól. A továbbtanulás előtt álló 7-es, 8-os osztályokat szólítjuk meg a konzorciumi partnereinkkel, azzal a határozott céllal, hogy szeretnénk visszaadni a szakmák becsületét, megbecsülését, és arra terelni a fiatalokat, hogy válasszanak szakmát, mert a mai piaci helyzetben, gazdasági helyzetben egy nagyon szép életpályát lehet egy nagyon jó szakmával vagy szakmákkal felépíteni. Ez a szakmaválasztás nem egyszerű. Ebben most igazán nagy segítséget nyújt a szülők és a pedagógusok a dolgokon keresztül a diákoknak ez a mai fórum. Nagyon szerencsés helyzet az, hogy az országgyűlés, a kormányzat elfogadta az új szakképzési törvényt, amelyet a centrum kollégáink nagyon szépen elmondanak itt a fiataloknak. Ez egy óriási változás. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok szakmát választva már nem egy kvázi zsákutcába kerülnek, vagy egy szakmánál leragadnak, vagy esetleg szerzenek oda más szakmát, hanem egy szertálkozó lehetőséget biztosít. Tehát az a fiatal, aki érez magába szorgalmat, lehetőséget, akkor itt az új intézményi rendszerben, itt a szakképzésben megtalálja lehetőséget, hogy szakmát tanul, amellett érettségit szerez, vagy pedig technikumot végez. De még itt is nincs vége, tehát aki idáig eljut, ez csak akarat kérdése nyilvánvaló, akkor a szakirányú felsőoktatási intézbe is el tud jutni, hiszen a technikumban szerzett érettségi és szakma, ez már egy emelt szintű érettséginek számít, tehát a felvételi nagyon nyomósan számít be. Úgyhogy mindenképpen azt szeretnénk erősíteni a fiatalokba, hogy a szakmaválasztás már egy nagyon jó választás, nagyon jó kvalifikált szakembert keresik a munkáltatók. Mi szeretnék lenni? Milyen iskolát válasszak? Mire kell figyelnem? Tette fel ezeket a kérdéseket a tanulóknak Müller Attila, a Szekszárdi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese, aki előadásában szintén sok hasznos információt osztott meg a megjelentekkel. Erre nagyon sok lehetőség van az interneten, sok a pályaválasztási kiállításokon, az iskolák nyílt napjain, ezeken mind érdemes részt venni, és az interneten az egyik legfontosabb az az ikk.hu, hogy ott az ország összes szakképző technikumát és szakképző intézményét meg lehet találni, annak a képzési kínálatát, és oda vezet az iskolák honlapjára, ahol közvetlen információkat kapnak annak arról, hogy milyen képzések vannak, ezek melyik hány éves, milyen jellegű, és meg az iskolák elérhetőségei, amin még további információkat tudnak szerezni, illetve a Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Hivatal honlapján szintén találhatók a pályaorientációval kapcsolatos oldalak, amin külön általános iskoláknak és szülők, általános iskolásoknak és szülőknek van kiemelve rész, és ott is rengeteg információt össze tudnak gyűjteni. A Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Hivatal honlapján külön a szülőknek is van egy oldal, több oldal, ami nekik szól, ők is ki vannak emelve, és természetesen a pedagógusok is tudnak erről tájékozódni, és ami nagyon fontos, hogy az általános iskolába tanító kollégák is megismerjék ezt az új rendszert, és tudják irányítani a gyerekeket és a szülőket, és tudjanak nekik segíteni az információkban. A helyi továbbtanulási lehetőségekről beszélt Cigrel Teréz, a 75 éves múlttal rendelkező Perczel Mór szakképzőiskola igazgatója. Mindent megteszünk azért, hogy a munkaerőpiac igényeit kielégítve minél több szakképzett munkaerőt bocsátjunk ki. Ez történik magasabb szinten a technikumi képzésben, egy kétkezi szakember képzés szintjén, az pedig a szakképzőiskola formátumában történik. Én azt gondolom, hogy manapság egyre nagyobb szakemberhiány tapasztalható, és ezért akarjuk motiválni a tanulókat, hiszen az idősek elmennek nyugdíjba, és a fiatal utánpótlás az akkora problémát fog jelenteni 5-10 éven belül, hogy hónapokat fogunk várni egy szakemberre. Ezért is nagyon fontos, hogy a diákoknak is közvetítsük azt az értéket, hogy a képzett, jól felkészült szakemberekre szükség van, azokat fogják keresni, és megfelelő fizetést kapnak. Intézményünk több mint 30 céggel áll kapcsolatban, akik képzéseket folytatnak, tanulókra számítanak. Képzési kínálatunk arra van kialakítva, hogy minél több tanulót
bevonva képezünk, és őnekik úgy gondolom, hogy már a tanulmányék vége felé már biztos állás van kilátásban. Technikumban igyekszünk a hagyományos irány mellett, hiszen ez annak idején a Percer az a Keri volt, közgazdaság a gazdálkodásra alapozva, de mellette nagyon versenyképes azt gondolom, ami bejött az informatika, ugyanúgy tudnám mondani az épületgépészet, gépészet terület, illetve a szakképzésben a kétkezi szakmák, a faipar, azt gondolom az is egy olyan törtető szakirány, ami manapság nélkülözhetetlen, és úgy gondolom, hogy hosszú távon is jövőt tudnak nekik garantálni. Van olyan irány, például az informatika, ahol szinte mindenki főiskolára vagy egyetemre ment, mert ott azért megvolt a lehetőség. A többi szakirányban azt tudom mondani, hogy felesbe vannak, akik egyetemre, főiskolára, de nagyon sokan, mivel az 54-es szakképesítés érettségére épülő, nagyon sokan találtak állást bankokba, cégekbe, könyvelőirodákban, tehát igazából azt mondták, hogy lehet, hogy később fognak tovább tanulni, tehát pályaképpen el tudtak helyezkedni. Én azt gondolom, hogy szinte 95% fölött a szakiránynak megfelelően május-júniusban el tudott helyezkedni. Még utána volt egy kis mozgás, de igazából most a visszajelzések alapján szinte mindenki talált valami olyan helyet, ami stabilan el tudja képzelni a jövőképét, és azt gondolom, ez egy óriási jelentősége bír most már. Az utóbbi 3 évben nő azon tanulók száma, akik a Bonyhádi Percel Morszak képzőiskolát válasszák. Az idei tanévben közel 450 diák tanult az intézményben.